Elbúcsúztatták a repülőteret, öt darab multifunkcionális traktorral bővült a Városgazda gépparkja, megtartották az első ötletmaratont, a Városnapot megszokott módon ünnepelték, és két kollégánkra is büszkék lehettünk. Néhány hír még 2022. májusából. Folytatjuk az elmúlt esztendő legfontosabb és legérdekesebb helyi híreinek és történéseinek felidézését. A korábbi évek járványügyi korlátozásai után újra a megszokott körülmények között érettségizhettek a diákok. A végzős középiskolások az első napon magyarból írásbelisztek, utána következett a matematika, történelem, angol és a német. Színes programokkal búcsúzott el május elején a Szentpéteri kapui helyszíntől a Miskolci repülőtér. Az egésznapos programon a pilóták mellett rengeteg érdeklődő volt. A város vezetés korábban bejelentette, hogy hosszú húzavona után alternatívát tudta kínálni a költözni kényszerülő repülőtérnek. Kolléganőnket Magdórát választotta a 2022-es év média partnerének a Borsodabói Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. Az ezt jelképező Aszali Antal díjat a rendőrség napja alkalmából Kis Attila, akkori megyei rendőrfőkapitány adta át televíziónk műsorvezető szerkesztő riporterének a főkapitányság nagy termében megtartott ünnepi rendezvényen. A díj odaítélésénél a rendőrség indoklása szerint fontos szempont volt, hogy a Borsodabaui-Zemblén megyei rendőrfőkapitánsággal napi kapcsolatban álló és munkáját tényszerűen, hitelesen bemutató újságíró kapja meg az elismerést. Elkezdték a több mint száz éves Vár utcai védett gesztenye fasor vizsgálatát. A szakemberek egy speciális eljárással a fák gyökereit, törzsét és koronáját is vizsgálták. Pontos terv készült minden egyed jelenlegi állapotára és megmentésére. A részletes felmérést 29 fára az önkormányzat rendelte meg. Újabb apróságokkal bővült a Miskolci állatkert, ez alkalommal Dávid szarvasborjak születtek, velük pedig azonnal három példányjal bővült a szarvascsorda. Ez azért számít különlegesnek, mert a faj ma már csak állatkertekben él, Magyarországon pedig csak a Miskolci állatkertben találhatók meg. Öt darab multifunkcionális traktorral bővült a városgazda gépparkja. A traktorokat nyáron fűnyírásra, télen pedig a hóeltakarításra lehet használni. A gépeket közel 56 millió forintból vásárolták, így gördülékenyebbé válhat a városban található több mint 3 millió négyzetméter zöld területrendben tartása. Megtartották az első Miskolci ötlet maratont, amelyre civilek jelentkezhettek. Nekik mindössze 48 óra alatt kellett egy-egy csapattal kidolgozniuk tervüket komplett projektép. Tíz jelentkezőből végül hat csapat lett, a tervek között pedig több olyan is volt, amelyek megvalósításához vagy a város, vagy a zsűri tagjai és civil szervezetek ajánlottak támogatást. Az maraton volt a harmadik olyan rendezvény, amelyen keresztül a Miskolci civilek közvetlenül is bekapcsolódhattak a város jövőjének alakításába. A járványhelyzet miatti két év kihagyás után idén már a megszokott időpontban ünnepelte Miskolc a város napját. A Miskolci Nemzeti Kamara Színházában tartották az ünnepi díszközgyűlést, ahol 37-en vettek át városi elismerést. Miskolc város díszpolgára kitüntető címet Balog, Kálmán címbalomművésznek és Boros Árpádnak a diósgyűri kohászat egykori gazdasági igazgatójának adományoztak. Herman Otto egykori lilafüredi nyaralója májustól az érdeklődők számára is újra megnyitotta kapuit. Az épület 1951-ben került a Miskolci Múzeum kezelésébe, első állandó kiállítása Herman Otto életpályáját mutatta be, a mostani pedig a múzeum névadójának életében, munkásságába, miskolci és Hámori lilafüredi kötődéseibe enged betekintést. Szemere Bertalan közéleti díjat vehetett át Miskolc város napján kollégánk, a Miskolc televízió szerkesztő műsorvezetője Budai Gábor, aki idén kereken 30 éve tagja a városi televízió csapatának. Rövid rádiós, illetve Kazincbarcikai és Debreceni kitérő után 1992-ben csatlakozott a miskolci városi televíziós tábjához. Az azóta eltelt három évtizedben pedig riporterek generációnak adta át szakmai tudását és az újságírói hivatás iránti elkötelezettségét. Hivatalosan is átadták a népkerti futókört. A május elejére elkészült pályát már hetekkel korábban birtokba vették a futók, de kicsivel később az ünnepélyes szalagátvágásra is sor került. Az egy kilométer hosszú rekordtán pályát februárban kezdték építeni. A város több mint 80 millió forintból valósította meg a fejlesztést, ennek a felét az önkormányzat saját forrásból fedezte. Hegyről le és hegyre fel, két napig nem volt megállás a történelmi avason, a vibrálást, az ízek és illatok kavalkádját emberek tömegei élvezték a 10. jubileumi avasi borangoláson. 53 pince nyitott ki, 84 borászat és 17 étterem kínált a finomságait a látogatóknak. Május végére elkészült az első tisztán elektronikus hajtású busz, ami azóta már Miskolcon közlekedik. Az MVK ZRT 10 darab elektromos busz beszerzésére nyert pályázatot 2021-ben a Zöld Busz projekt keretében. Az első járművet Kínában gyártották, a további kilenc teljes egészében Komáromban készült. Átadták az első kerékpáros szervizpontot a Szent István illet fal alatt, összesen 10 ilyen állomást üzemeltek be a következő két hétben. A szervizpontok helyszíneit a lakosság bevonásával választották ki. 23. alkalommal zsongott Lila Füred, a családi napon a legkisebbektől a felnőttekig számos programmal várták az érdeklődőket, a gyermekprogramok és bemutatók mellett koncertek is várták a szórakozni vágyókat. A Miskolci Szimfonikus Zenekar is csatlakozott a legendás karmester Kocsis Zoltán emlékét ápoló kezdeményezéshez, így az együttes is részt vett a Magyar Klasszikus Zene Napja elnevezésű programban. A művészetek házában jótékonysági koncertet tartottak. A teljes bevételt a Megyei Központi Kórház gyermekrehabilitációs osztályának ajánlották fel. Az esten Vajda János, Erkel és Kossuth Díjas magyar zeneszerző Mária Énekek című művének ősbemutatóját is megtartották.